Üdvözlök mindenkit, ez itt a Rejtélyek Nyomdokában sorozat mini kiadása, melyben pár rövidke mondat keretein belül adok választ egy rejtély kételyeire, kevesebb után a nyomozás után. Ezúttal Schoolhead Gamer és Minor Hoodie kérésére az Ed Aran Pretty Woman című videóról fogok pár szót szólni, vágjunk is bele. Ez a videó 2009. január 4-én került fel a YouTube felületére, melyben egy 60-70 év körüli bácsit láthatunk lipsinkelni Roy Orbison klasszikusát, a Pretty Woman-t. Figyeljetek, én megértem, ha valaki átérzi a szimfóniát. Átéreztük a szimfóniát. De ez az átérzés és a nagypoper arcán úgy jön át, mintha valami őrült sziopata énekelni a dalt, aki lehet, hogy nem csak annak a csodás nőnek a báványzását kreálja a cover videójával. Ami azt illeti, annyira bepörök, hogy még neki is vetkőzik, ami mondom, hogy nem baj, de azzal a tekintettel eléggé nagy félelmet tud kelteni az ártott nézőben, aki túl sokat barangolt az internet prérién, és akkor is olyat néz, amit egyáltalán nem akar látni legbelül. De még mielőtt megmagyarázkodnék itt mindenfélét, jön a szokásos background story a csatornáról. A 2006-ban csatlakozott YouTube csatorna mögött egy valós személy áll, Ed Aran, alias Edward Robert Musker, vagy inkább must scale. Érted, megijeszt, meg kell ijeszt. Jó, mindegy. Aki 1932-ben született, és sajnálatos módon 2012-ben el is hunyt tüdőrákban 73 évesen. Szülei elváltak, a háború után Floridába ment anyjával angol nyelven foglalkozó iskolába. Az 1970-es években műsorvezetőként dolgozott egy Uncle Ed, vagy Ed bácsi című gyerekeknek készült showban. Mint említettem, 2006-ban csinált egy YouTube csatornát, melyen igen aktívan tevékenykedett, haláláig 130 videót töltött fel magáról kvázi vloggerként. Leghíresebb videója, amelyről most is szó van, de ezen felül töltött fel hónaponként vlog, jelentő WC-kefével hátvakaró vagy akár chatroulettes videókat is. Ezeknek az átlagosan ettől a szemétől elég rémisztő videóknak hála elkezdett elég nagy népszerűségnek örvendeni a csatorna, és mára már 20 ezer követőjük van YouTube-on. No de miért is ennyire rémisztő ez a videó mindenki számára, vagy legalábbis miért örvend ekkora népszerűségnek? Nos azért, mert a gyerekeknek szánt műsoros mivoltja során szexuálisan megerőszakolt egy 14 éves fiú gyereket, illetve több hasonló kísérletet, zaklatást is végrehajtott. Ennek fejében pedofília vádjával 10 év szabadságvesztésre ítélték, majd kiengedése után a következőket mondta. Soha többet nem fogok senkit szexuálisan zaklatni, de nem segíthetünk, csak vétkezhetünk. Mind emberek vagyunk, igen bazd meg, emberek, de nem mint pedofilok. 2007-ben, egy évvel a YouTube csatornája megalapítása után elköltözött otthonából, mert szomszédai folyvást fenyegették, mikor tudomást szereztek sötét múltjáról. Dél-Karolinába költözött, ahol egy showban nyíltan beszélt múltjáról, bűneiről, hogy kvázi egy megváltást nyerjen ki magának, és új életet kezdjen úgy 75 évesen. Nem késtél ezzel már erre egy kicsit? Ezzel azonban nem sikerült a célját elérni. Látva ezt, a dél-karolinai rendőrség kihallgatás céljával a házához mentek, amikor beléptek, látták, hogy Ed Aran hasonlóan hozzám csapott a YouTube-ozást, egy sötét szoba sarkában számítógéppel és alkohollal. Az a különbséggel, hogy 5 évig börtönben csücsött szexuális erőszak vágyával, meg én nem is iszok alkoholt, ez milyen dolog már. Egyből le is foglalta a rendőrség, mert értelemszerűen a törvény megsértésével érvényesül, ha egy pedofil alkoholt, internet hozzáférés, vagy ne adj Isten mindkettőt birtokol magánál. Ed Aran ekkor már örvendett egy derekas 600 feliratkozónak, és hűséges bloggerként egyszerűen nem hagyhatta a rajongóit videó nélkül, így a barátjánál Franklinen használta a számítógépet, ami így is illegális, és az internetnek hála a rendőrség is könnyen hírt szerzett az aktivitásáról, és 5 év házi őrizetre ítélték, itt hunyt el 2012. január 8-án. Szóval ezek után már jóval másképpen nézünk az alapból is kissé bizarr csatornára. Halála után felesége Marion vitte tovább a YouTube bizniszt, és mai napig aktívan tölt fel videókat mindenki örömére. Ennek a videónak a magyarázata nem az a fajta megnyugtató, leleplező témájú. Habár sikerült megmagyarázni, nem lehetünk nyugodtabbak. Összegzésképpen csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy ha valaki kísértetiesen nagy átéléssel énekeljetek a Pretty Woman-t, fussatok, pláne akkor a fiúk vagytok, illetve hogy több hasonló videóért iratkozzatok fel a kis piros gomb megnyomásával. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további nyugodt éjszakákat. Bye-bye.